Az újévi koncert az első hagyomány és egyben tradíció Tatán. A Város, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság nevében Robozni Sönfeld Zsuzsanna köszöntötte az egybegyűlteket, aki hangsúlyozta Tata, a művészetek és a kultúra városa is egyben. Történelmi múltunk, híres személyiségeink, épületeink mind ezt bizonyítják. Városunk Magyarország egyik legmeghatározóbb turisztikai célpontja, mely az elmúlt esztendők alatt óriási változáson, fejlődésen ment keresztül. Épültünk, szépültünk, gyarapodtunk. Megálmodtuk, megterveztük, egyeztettünk, elindítottuk, és folytathatnám még a sort, jellemezhetnénk így is az elmúlt, a 2017-es esztendőt. A 2006-ban elindított fejlesztés és fejlődés rendületlenül haladt tovább napjainkban is. A 2008 és 10-ben képviselő társaimmal együtt megalkotott magyai terv 1-es és 2-es céljai alapján megvalósult tervek hülyen bizonyítják közös elszántságunkat. Zászlónkra tűztük akkor a város fejlesztését és a városlakók életminőségének javítását. A pályázatok útján elnyert és az adófizetők jóvoltából rendelkezésre álló több milliárd forint segítségével megvalósult álmok mind a tatai gyermekek, ifjak, felnőttek és idősek életének jobbítását szolgálták eddig és a jövőben is fogják. 2017-ben is elmondhatjuk, hogy közös összefogással sokat tettünk és tehettünk a város haladásának előmozdításáért, a tataiakért, a tatai családokért. Sokat tettünk a művészeti élet fellendítéséért is. A nagy rendezvények, a művészeti események Koncertek, kiállítások, művészeink bemutatkozásai, zene- és táncegyütteseink, kórusaink egész évben hozzájárultak a város kulturális értékeinek gyarapításához. Kiemelkedőek versenyeredményeik, produkcióik, melyekkel Magyarországon és határainkon túl is példát mutatnak. Köszönet illeti a munkájukat! és hogy mi is történt még 2017-ben, milyen fejlesztéseink, pályázataink voltak, csak néhányat a sok közül. Több mint egy milliárd forintot nyertünk a vasári Iskola és a Jázmin Iskola felújítására, fejlesztésére. További 48 millió forintot többi intézményünk javítására. 500 milliót humán szolgáltatások fejlesztésére. Saját fejlesztésből, saját forrásból kezdtük felújítani a Piarista rendházat, így végre Tatán is elindulhatott a felsőoktatás. Új játszótér épült a Dadi úton, sportpark létesült a Csekeligetben. A biztonságos közlekedés érdekében táblák helyezése került. Utak, járdák újultak meg ebben az évben is. 2017-ben is támogattuk a rendőrség, a mentősök és a védőnök munkáját is. Támogattuk önkormányzatunk cégeinek fejlesztését, hogy azok megvalósulhassanak. Támogattuk ezen emellett a Tatai tévét, a civil szervezeteket, a diákokat, ösztöndíjakat adtunk fiataljainknak. Céltámogatással segítettük a tatai lakosok ellátásában közleműködő intézményeket, civil szervezeteket és alapítványokat. Adókedvezménnyel támogattuk a, a kezdővállalkozásokat is városunkban. Folyamatosan együttműködtünk partner ö, létesítményeinkkel, partner településeinkkel is, így a testvérvárosi rendezvények keretében találkozhattunk Szőgyén, Gerlingen, Szováta, Magyar Kanizsa lakóival, képviselőivel. Ahogyan polgármester úr is fogalmazott az évzáró összefoglalójában, a 2017-es év az alapozás éve volt. A pályázatok írása és a munkálatok megtervezése, a szakmai előkészítések, az együttműködések megkötése mind része a megvalósítás folyamatának. Köszönet illeti külön köszönjük Bencsik János országgyűlési képviselő úr munkáját, hogy folyamatosan segítette önkormányzatunk terveinek megvalósításában való részvételét, eljárt, lobbizott érdekünkben a minisztériumokban, és hogy jelen volt a tatai rendezvényeken. És hogy 2018-ban is mi várható? Hiszen, ahogy már polgármester úr is fogalmazta, a 17-es év alapozása után, a 18-as évben a megvalósítás következik. És hogy mi is várható? 150 millió forint elnyert támogatással megújulhat a Csillagsziget bölcsöde. 225 millió elnyert támogatással új piac épülhet, tatán. A spár megkezdi fejlesztését az oroszlányi út mentén, közlekedési csomópontok alakulnak. 400 millió pályázati forrást fordíthatunk kulturális közösségfejlesztésre. 600 milliós pályázati forrást nyertünk a kertvárosi és a szivárvány óvoda energia racionalizálására, a Tata Agostyán kerékpárútra, és még folytathatnám nagyon sok mindenre. 180 millió forintból iskolai konyháinkat fejleszthetjük, hogy most csak a legkevesebbet soroljam, vagy ami talán a legfontosabb, most is közel másfél milliárd forintot említettem. De természetesen folytatódik a kerékpárút fejlesztés, a biztonságos közlekedés fejlesztése, és természetesen a gyermekeinkkel kapcsolatos intézményfelújítások. Mindezen adatokból az is kitűnik, hogy folyamatos és szisztematikus munka van minden feladat végrehajtása és megvalósítása mögött. Nem elég azt mondani, megteszek mindent tőlem telhetőt, amire szükség van, azt színvonalasan meg is kell csinálni, mondta valamikor Sir Winston Churchill, mi is ezt vállaltuk képviselőtársaimmal, és a polgármesteri hivatal minden munkatársával köszönet munkájukért. Ezt vállaltuk, ennek teszünk eleget. Ezúton szeretném megköszönni minden Tatainak, hogy ötleteivel, szakmai munkájával folyamatosan segíti az önkormányzat feladatvállalását. Köszönöm pedagógusainknak a 2017-ben végzett gyermeknevelő irányító munkáikat. Cégeinknek a városszépítő-építő munkát a szociális és egészségügyi területen szolgálatot végzők tevékenységét, az orvosok, a védőnök munkáját. A tatai cégeknek is külön köszönjük és vezetőiknek, hogy önzetlen anyagi támogatásaikkal segítik az eszközbővítést, a versenyeztetést és a létesítményfejlesztéseket. Köszönöm a rendezvények szervezőinek le a szervezést, a lebonyolítást, külön köszönjük a Városkapu ZRT áldozatos munkáját. Kedves tataiak, arra kérem önöket, hogy továbbra is segítsék a tatai álmok megvalósulását. Osszák meg velünk képviselő társaimmal a jövőt építő ötleteiket, gondolataikat. Segítsük együtt a magyar kormány célkitűzéseinek megvalósítását is, hogy 2018-ban legyen Tata továbbra is a biztonságos város, a kultúra és a művészet szigete Európában. Isten áldása kísérje munkájukat, legyenek napjaik örömmel és élményekkel terve. És most engedjék meg, hogy a koncerthez önöknek nagyon jó szórakozást kívánja, a fellépőeknek izgalmas előadást és valamennyiüknek egészséget, sikereket, megértést, szeretetet és hitet az új esztendőben. Hitet önmagukban, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket, hitet gyermekeikben, hogy növekedésük során tiszteljék szüleiket, embertársaikat, hitet bennünk, városvezetésben, hogy továbbra is segíthessük a gyermekeink életének alakítását, városunk jobbítását, szépítését. Higgyenek a tehetségekben, az erőben és a jó szándékban. Balog József szavaival szeretnék önöknek nagyon boldog új esztendőt kívánni. Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hűtürelmet, utat hoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot, magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot, készfogásos tiszta csöndet és mosolyból minél többet. Kívánok egészségben gazdag új évet, Boldog új évet tata!